Jőszene, hol vagyál? Jőszene, úgy álszaplatt, én nem érek veled. Tudod, nekem a bolt értjem, hogy faj. Nem tudok úgy haladni, úgy kifáradtam, s máskülönben az ablakok és újbé vannak. Homályosod vagy, elég látok át. A szemüveget otthon miért nem tetted le, s miért nem hagytad otthon, itt nem kell olvasnia. Olvasni átsoltam, hogy addig dolgoztam, hogy jöjjek el. Azt a nagy utat én megtegyem, én nem gondoltam, s máskülönben én tudom, hogy te miért hittál. Nő, én azért, hogy igen. Legyünk kattán, Zsozi. Legyünk kattán, félszavottól, ismárd be, mert nem ismer egy soha. Igen, ó, menj el, én hányszor találkoztam Madvéval, tá, én nem igen, félek, igen. Nem, a fészi, mikor a kezemben van, én nem. A fészitől még mi futtunk. Csak itt tudod-e, milyen farkasjárások vannak? Itt olyan húzásik van keresztül a farkasoknak, hogy én inkább attól tartok. Látod-e, hogy kijött, hogy csak a farkastól fész? Máskülönben a vénhús nem eszünk most. Nem. Mindjárt, add ide. A legrosszabb, a legnehezebb, bajosabb hályáken jössz. Bajosabb hályáken. Te helyába magyarázol, komolyan, mert nem akartál tényleg jönni, de télbe és körül kell nézni, hogy nem járkáltak vagy valami, és a másik mi a szállást búsulom, hogy nehogy megrongálja. Nem járkál ilyenkor senki. Nem? Csak én itt belül már ne látod, de nyomokot láttam, s látok, nem tudom, hogy a fából nem vittek-e át. És hát nem is hoztok? Nem, ez a baj. Ide soha nem hoznak, csak milyen nyomokot? Na. Milyen nyomokot? Van bizony! Hogy lássa meg, kérlek? Mi van? Hogy látod meg olyan távol? Járás, mindjárt meglátod. Mi van? Fát vittek el? Állj meg, na nézzek széjjel, de olyan szép fák, szép szarfák, vagy hogy fejezzem ki magamot, hogy hallod-e? Az ilyen te vágasod, vagy vágjod, láss, kell hazavinni. Nehogy eltűnjön. Melyiket az ilyen fiatal fát? Jó, hát ne 30-40-es. 20-25 évig még hagyom, s akkor vágatom le. Az ilyen most nőt, most van serdülésibe, vagy hogy mondjam. De te hallottad -e magadat? 20-25 év múlva mi hol leszünk? Akkor a farkastól nem kell féljünk. Soha nem lehet tudni. Én jó, még számít, hogy gyere! Én azt ajánlom, hogy a fát le kéne vágni. Na mindegy, nem az én erdőm. Hát a múltkor állj meg innen az erdőtünk. Bá, küljább vagy bár. Hát állj meg az alapban, jó valami. Hát feltart ide. Feltart. Hát ide tartanak. Igaz, mondtad, hogy Agi. Ne látod-e? Ez is úgy van elvívá. Nem én. Nem, te... Nem, s a mocskot hagyja, akit ezéttől a méreg, ne mi van itt. Ne! Hát én nem tudom, akkor el kell bízni valakire. Én amikor elviszek egy szálfát, én ezt takarítom a mocskát. Úgy az illám, hogy úgy a rám. Gyere már nyomokot látok-e. Come on, ho! Na látod-e, hogy nézd meg, hogy hova tovább több a nyoma? Hát beigazod van? Igazod, hallod, gyere! Állj meg! Ne botorkalszunk, menjünk ki a tiszta ars felé, jó-e? Csak a belül még a fákot meg akarom nézni, vagy baj van. Azért mondtam én, hogy körbe kell nézni térbe. Óvatosan kell. Ho! Mi van? Valami vonyítást hallok. Mennyál a szél dolgozik. Mondjuk az ilyen száraz létekes szoktak csitorogni az igen, erdőbe. Igen. Mi olyan fejhangon beszélgetünk ide, közben nem jön semmi. Közben ez vissza. Jó. Gyere! Nyomok után megy! Ne! Mit lát? Ugyan bizony, gyere csak is! Miféle? Mi van? Jól látom én. Ne, állj meg, na hát. A guttam mindjárt meg itt, hely az erdő. Terekbúzom, hely. Terekbúzom? Hát én hogy esértsem? Az erdőn zsákba terekbúzom a fatövény, hely. Na ennyi időt megértem. Hát erdődben van a tej. Habar, hogy... Na látod, de honnan van? Hogy honnan van? Most jut eszembe. A vadőrök, s az árdészek, vagy az ilyen vadászok hordja ki a medvéknek. Nézd meg! Vagy elhagytak, vagy ide letették, s a medve itt a járás a medvének. Na, ebből a medve nem eszik, mert azt én viszem haza a disztyóknak. Nézd meg te, az én területem! Az én területemre csalja ide a medvé! Billánssza meg! Tudod én mit? A te árdő hülyet haza itt. Hát ha! Hallod-e a disztyónak egy hét élel? A fészimet add vissza, az elég lesz. Valamit vigyák el, a fészit vagy valamit. A fészivel kell támaszkodjak. Jó. Eljöttünk, megnézzük az erdődös törökbúzát viszünk haza. Na az. Ügyelj az ilyen csorécsapon nagy ásikúj, ne? Ne belőles mekkora csutok. Itt jól megferézsoltak, hely az erdődet.
Benne menjünk, hogy nézzem meg a falkot. Menjünk ki a tiszta asfali, menjünk inkább hazafelé. Nem hazafelé, visszajövet, egyszer megnézzük a szállást, és visszajövet a falknak a túlsó felén menjünk ki, vagy hogy mondjam, az erdőnek a túlsó felén, és ott is meg kell nézélni. De hallod-e? Hát neked az esztenat idebé van. Hát így? Álfalá, átad, hogy falátjék, akkor... Akkor nézzünk be, akkor az esztenai menjünk be. Gyárá, gyárá, no. Itt akkor megvédünk. Halludé! Tessék! Szívét is akarom mondani, a fiam ültettettes, nézd meg az összes megfogom, nem olyan szép semeti. Szereti a háj, éjszakos felében. Ön erdőre, szedelőttes olyan volt, hogy... Na hát így van, kell az utánpótlás. Te! Mondtam úgy! Mi van? A szállás felé nem olyan nyomok vannak ki, komám! Ös felem van! Az is lát a gombászó. Milyen gombászó térfás fóba, mit pászik? Jó, hogy azt nem mondod az áprészű. Jó. Gyára! Hirtelen azt mondtam, nem kell. Ügyelj nagyon rögtön. Küljáról úgy látom, nincs bor. Hallod el, látom? Ügyesen, béva. Éj! Drága jó szállásom. Tehát sokat aludtunk jábbá, koma. Nézzél, bémény most is! A pricsről a desztalkot elvittem, azt sokszor eltüzelt. Haza kell vinni azt. De fát is hagyta a látom. Örökké nyárba én ezt elhasogatom, hogy száradjon, szikkadjon, de látod, de a tűzifa itt van a koma. Nem is száradsz szemere is. Rani van készítve mindene. Te jó már, olyan kórjössz, nem kell elválkozni. De úgyes volt eltüzelték, de ma azt nem hagyott. Ez a baj. Hallod én? A tűzifa jó, mert most tüzet teszünk. Ha még? Kéne menni hazafelé már. Nem menjünk sehova még. Sütnivalót hoztam, hallod? Sütnivalót? Most reaszolom... Hogy létezik? Úgy, hogy a múltkor egy személyre vásároltam, akkor egy kicsit, de most tudtam, hogy jössz, és meglátod, hogy mit hoztam, és tüzet teszünk, valamit megsütünk. Hát ára nem számítottam, olyan szélé van, aztán nem tudom a tüzet, hogy tudjuk megtenni. Valahogy megtegyük. Na jó. Hála jó Istennek a szállás. Rendben van, épp. Jó. Föld alá úgy, ahogy. Nem még hallod, nem még sokáig elmés. Téged kiszolgál. Hanem javítsuk, ha nem szolgál ki. Így van. No. Tüzet kell tenni. Meg kell nézzük, hogy a tüzet, hol es volt a tűzháján csak. A tűzháj, csak az a baj, a szél úgy dolgozik, hogy valahol a resztere oldala ahhoz kell tegyük, hogy ne érje. Ebben meg ne gyújtsuk. Akkor túlfelől vagy állőn? Hát meg a megtámasztottam ezt. A hátizsákot kell leszerélni. Na, jó nehez hely, mit szólsz? Jó, de jó, mint az on olyan. Milyen szél van, de meggyúl, ha nem egyáb. Meg van gyúlva, mert száraz a fa, mert mi volt szerelve, neki volt szerelve. Ha mátodod neki neves, így tartsod, nehogy hogy tudjon égni, nehogy a szalát fogjuk ki, vagy hogy igen, mondjam? Hogy gyúljon meg. Igen, ó, hadd el, meggyúl imma, ne látod-e, hogy ég. Nem olyan büffa csengerek, hallod ebben, mikor belé kópa. Jó lesz, látod, de lehet téles velünk, mi, hogy mondjam, ne fog ki rajtunk. Ügyelj már, a szemöldöködött lekapja. Ha nem megyem, ma lekaptam. Többet semmit nem jár hovas. Hovas, ha tél van. Hát jó, jó. No, ne fény, nem kell fúrni a tüzet. Ügyelj, na. Egyik nyars megvan. Vézicskét ott nagyon fog, fogsz a vagy a kezem? Ügyállj, nagy a tűzbe! Kezdett pereckélni, koma? Mit kezdett? Pereckélni. Ó, nem, nem jól érzem. Szél elviszi! Már elvinni? Hallod, de... Jártam, mit hoztál, de én a kézbeliket csinálok. Hallod, de... Állj meg már! Mindjárt meglátottál, hogy mit hoztál. Azt valahol hoztam, le kell tenni. Duplán letegyük. De leteszem, ne. Csutakra tedd reot, vagy... Igen, nem, a kenyeret mit kell, reot tegyek. Jó, jó. Jó. Kenyeret mindjárt hoztam. Ne! Házi kenyár. Házi kenyár, hallod, de mondom akkor. Koma! A szalonnai, hanem egy olyan dolgot hoztam, hogy... Egyebetes hoztam.
Nem itt hoztam, komám, kolbász! Az megint az a... az a Bertises. Hallod, de ott voltam, úgy dicsírték, hogy kellett vegyek, abban kolbász van, ezt meg kell a szénén sütni, ne! Hát egy jó dolog le. Elolvastad én? Mészáros kolbász. Mészáros kolbász. Hát azt a mészáros tényleg meg kell ismerni. Nyásod, megfaragtad? Megvan, neked is van egy. Hallod, ilyen pattancsod meg. Hát arra nem gondoltam, hogy még kolbászt esettünk. Szalonna arra igen, hogy mondtad, de... Szalonna is van, hallod? Veres hagyma mindig. Na, no, vegy át. Azt hogy gondoltad? Meg kell döfni is lenni oda. Szabdoljon. Aj, még. Jó? Egy-egyet, egyelőre egy-egyet sok. Hallod, de amennyi jól esik, most egyet már most vettem, hallod? Jól van, na hát nem gondoltam, hogy ilyen... Hallod, de azt tedd le, azt a kettőt felhúzzuk a nyarsra. Most a kettő kenyeret kell, vágjak már, ha csepeg alá van, mire csepegteted rá, vagy? Igaz, nem. Tudom esélyni. Jó, jó. Aj, mi? Rég nem ettünk. Cseppet meg vagdalja, mi tá? Vagdal, pattogtasd meg így egy cseppet, ne? Még elhűltem, hogy ne hűlna meg az ám? Ilyenkor, amikor így lassan. De komolyan! Milyen két fájveres hagyma? Hallod, de a kádva megészem meg. Jó, hogy elhitta. Na látod én? Jó, hogy elhitta. Én erre is számítottam, hogy itt egyet falud. Ezen aztán lesz elállt vagdalni, és né? A régi lapító. Egyszer jó sok mindenre gondoltam. Az igen. Erre is aztán lehet. Hallod, de lehet tés, nyars, tavasz, de a természetben, amikor... Amint a kenyeret onnat vegyed, ás, jó, jó. Na tessék! Hoppa, ki ezt az odalan? Aj, ne! Hogy ezt csináljuk, hogy jó legyen? Így, ne, hát így, úgy, úgy. Hosszabban tartsa. Kenyeret nekem szártél, jaj, még elveszek én egyet. A mekkorát akarsz, vágjál, aztán mondod, hogy sajnál. Jó, jó. Ők így nem keresztbe kellett volna belédőd. Gondoltam, hogy hossza, mondjuk igazad van. Mégis, nehogy. Na, hogy lássék! A szalonnál te súszott ki keresztben, ne? Nem, de hosszon... Ne, te így esik. Na, az igen. Hát arra nem gondoltam, a szalonnálra gondoltam, komand, arra nem gondoltam. Hallod, de a szalonnál te süss! Ez amikor megvan, hanem előre akarod, azt te süthetni. Hát... Kévancsi vagyok, ár. Az ember kévancsi, már ilyen... Csepegje, látod, jó? Na. Erre is nem. Kell még sűrű. Mindjárt ne jó leég szénre. Ülj le, súsüssed. Nagy a BH. Kellett volna várni, hogy legyen szén. Ügyállj, mert a kolba az esik kett, úgy belészúrtad. Istenem. Aj, mondom, hát tényleg le kell üljek, már így. Hallod én? Lefelé van hosszúan, úgy eszélyen vajtott az a rövid nótacska. Ám még lenne jön, hosszú agi nótánk van. Ez a világ mit esér ma? Igen, ugye, úgy fejámban van. És ez a világ mit esér ma? Ja, halkon így izéltál, hogy mondjam, mi nekem itt áll. Szegény legény vagyok én már régen. Minden nyíltak a réti virágok, már ezután ki a rétre, csak zokogva járok. De minden nyíltak a réti virágok, már ezután ki a rétre, csak zokogva járok. De szeretnék újra hazamenni,
hosszú ágba vadvirágot szedni. Én megmostanék az ég harmatjával, örölköznék a mázai nyíló vadvirággal. És megmostanék az ég harmatjával, örölköznék a mázai nyíló vadvirággal.